fejlődő háttértelepülések, befejeződött az ordacsehi önkormányzat energetikai korszerűsítése. 30 millió forintot fordítottak a fejlesztésre. Megújul a platánsor, meghosszabbítják és modernizálják Balatonboglár népszerű sétányát. Vadetetés. Nagy figyelmet fordítanak télen a vadak etetésére a bőszínfai vadgazdálkodási tájközpontban. Köszöntöm a Somogy Televízió nézőit, híradónkat látják. Napkollektorokkal, hőszigeteléssel és modern nyílászárókkal is gazdagodott az ordacsehi önkormányzat épülete. A terület és település fejlesztési operatív programban mintegy 30 millió forintot nyert energetikai fejlesztésre a kissomogyi település. További 6 millió forintos önrészből új bútorokat és légkondicionáló berendezéseket is vásároltak. Az ünnepélyes átadón elhangzott, fontos, hogy a Balaton háttér települései is folyamatosan fejlődnek, így azok lépést tudnak tartani a nagyobb városokkal. Cselédházként, ifjúsági házként és tanácsházként is funkcionált már a jelenlegi önkormányzat épülete Ordacsehiben. Az idő pedig megviselte a létesítményt, ezért is volt szükségszerű annak modernizálása. Tekintettel arra, hogy mindig más-más funkciója volt, mindig át lett alakítgatva, itt gyakorlatilag két párhuzamos falat nem lehetett találni az épületben. Tehát nagyon nagy indok volt arra, hogy ezen valamit változtassunk és hát megújuljunk. És jött ez a lehetőség, ez a topos pályázat, amiben egy energetikai felújítás címént nyertünk 30 milliót. Megújult a tetőszerkezet, az egész épületet hőszigetelték, emellett új nyílászárókat is beszereltek. Emellett az önkormányzat 6 millió forint önrészből légkondicionáló eszközöket vásárolt, valamint az épület melletti területet letérköveztette. Így egy sokkal szebb környezetben tudják fogadni a helyieket. Ez egy karnyújtásnyira van az autópályától, saját lehajtóval rendelkezik. Egy karnyújtásnyira van a Balatontól, amely Somogy megye egyik legdinamikusabban fejlődő része. És ez önmagában ez a helyzet, ez lehetőséget biztosít arra, hogy egy perspektívát a falu számára. Az ünnepélyes átadó Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a kormány eddig is támogatta a vidéket, de a Magyar Falu program további lehetőségeket nyújt például a somogyi kistelepüléseknek is. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a topos források felhasználása, most a kivitelezések, illetve a Magyar Falu programban néhány napon belül megjelenő pályázatok gyakorlatilag összeérnek, és akinek esetleg kevesebb lehetősége nyílott a topos forrásokhoz hozzáférni, az most ezekből biztosan részesülhet. Ebben van egy 50 milliárdos útfejlesztési alap, ez egy teljesen új elem, és ennek az a lényege, hogy alacsony paraméterű összekötő utakat újítanak föl, amire bizony nagyon nagy szükség van. Például az alsóbrendű utakra idén 50, 2020-ban 85 milliárd forintot fordít a kormány. A Kaposvári Egyetem 80 gyógypedagógus hallgatója részesült Klebersberg képzési ösztöndíjban. Az erről szóló adományozó oklevelet ünnepélyes keretek között adta át Glovicki Zoltán, az oktatási hivatal elnöke a Pesti Vigadóban. Az ösztöndíj célja, hogy motiválja a pedagógus pálya hiány területeire készülő hallgatókat, egyúttal álláshelyet is biztosít számukra az egyetemi tanulmányok befejezését követően. A programban azok a jó tanulmányi eredményeket elért pedagógus hallgatók vehetnek részt, akik vállalják, hogy a diploma megszerzése után legalább annyi időt töltenek a pályán, mint amennyi ideig a támogatást igénybe veszik. A Kaposvári Kampusz egyébként megduplázta a támogatottak számát, ugyanis tavaly 40 fiatal kapott ösztöndíjat. Komoly szakmai sikert arattak a kaposvári Vidán és Csendes Cecília legutóbb készült viseletei. A Somogy Tánc Együttes és az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola viselettárosa a közelmúltban hagyományos mesterremek címet kapott, hamarosan láthatják a részleteket. Egyre népszerűbb a szakás szakma. Így van ez a Balatonnál is, ahol magasabb fizetéssel próbálják meg itthon tartani őket. A tónál is egyre több az éves állás, és az itt dolgozók havonta több mint 300 ezer forintot is hazavihetnek. A gasztronómia komoly gazdasági ágazatnak számít a Magyar Tengernél, tudtuk meg Szamosi Lórántól.
A Siófoki Szakképzési Centrum vezetője elmondta, olyan szakemberekre van szükség, akik hosszú távra terveznek, és maguk is tesznek a szakma fejlődéséért. Siófokon hamarosan elindul az a 2 éves szakképzés, amelyre csak érettségivel lehet jelentkezni. A tanulókat neves séfek oktatják majd, így az utánpótlás is biztosítottnak tűnik. Kibővítik és modernizálják a Balatonboglári Platánsor sétányát. A település egyik legkedveltebb és legforgalmasabb részén mindkét irányban meghosszabbítják a keskeny utat, így egészen a Balaton partjáig lehet majd sétálni. Emellett pihenőhelyeket alakítanak majd ki, a borudvarhoz pedig további pavilonokat állítanak fel. A fejlesztés mintegy 314 millió forintból valósul meg, és a tervek szerint már nyára elkészül. Már javában tartanak a bontási munkálatok a Platánsoron. Balatonboglár mintegy 314 millió forintból fejleszti a város ezen részét. A fejlesztés első üteme a sétányok további folytatása lesz. A borudvartól a hajóállomásig folytatódik az a nagyon szép sétány, ami már most is tömegeket vonz, és egy második sétány is el fog készülni a borudvartól a Balaton felé észak-dél irányban. Ott pavilonok is elkészülnek majd olyan stílusban, amelyet már a borudvarnál megszoktak a vendégeink. Évente több ezeren látogatnak el ide a Platánstrandra és a közkedvelt borudvarhoz, ahol számos helyi és környékbeli gazda kínálja finom borait. Éppen ezért fejleszti a település két ütemben a sétányt. Mészáros Miklós azt mondja, a helyiek és az ideérkező vendégek számára is szeretnének színvonalas környezetet biztosítani. Csak az igényesség a turizmus fejlesztésben, csak a minőségére való törekvés az, ami előre visz. Tehát úgy a nyaraló vendégek számára is, a helyiek számára is ez az egyetlen előremutató cél. Nem csak a sétány újul meg Balatonbogláron. Mészáros Miklós elmondta, a Platánstrandra további 500 millió forintot fordítanak majd. A Platánstrand sétányának felújítási és kibővítési munkálatai várhatóan júniusig tartanak majd, így a nyári főszezonban az ideérkező turisták már egy sokkal modernebb és szebb környezetből élvezhetik a Balatonpartot. A Somogy Televízió híradóját Balatonbogláról Szücs Anett tudósította. Komoly változásokra lehet számítani a jövőben a mindennapi bankolásban. A bankráció.hu úgy tudja, napirendre kerülhet a pénzügyi tranzakciós illeték eltörlése. A hivatalos adatok szerint ugyanis a 2013 előtti szinthez képest már a közel 50%-kal emelkedett a pénzügyi szolgáltatások díja. Az illeték esetleges eltörlésével olcsóbbá válhatnak ezek a szolgáltatások. Télen a vadak etetése rendkívül fontos feladat, hiszen az állatok jó kondíciója csak így őrizhető meg. A bőszínfai vadgazdálkodási tájközpontban nagy figyelmet fordítanak a szarvasok téli táplálására. Közel 2000 különféle szarvas él a vadkertben, amelyeknek napi szintű táplálásáról egészen márciusig, vagy az új legelők beindulásáig gondoskodni kell. Ez 800 ezer tonna takarmányt jelent, de ha jön a csikorgó hideg, 20%-kal megemelik az adagokat. Mindennapos gyakorlat a bőszínfai vadaspark állatsimogatójában. Ezek az állatok emberhez szokottak, hiszen legtöbbször valamilyen mentés eredményeként már egészen kicsi koruktól itt élnek. Télen a mindennapi rutin közé tartozik az ő etetésük is, és a szarvasok már alig várják, hogy megérkezzen a többségében kukoricából álló eleség. De a gondozók arra törekszenek, hogy minél változatosabban tudják etetni ezeket a nagy vadakat. Szenást szoktak kapni az állatok, ez egy erjesztett fűféle, aztán még nedves cukorrépa szeletet, ilyeneket szoktunk még nekik adni. Ugye ez a nedves cukorrépa szelet, ez egy ilyen kis finomság nekik, mivel magas a szénhidrát tartalma, ezért a kondíciókat nagyon jó irányba lendíti fel. A tájközpontban 2000 szarvassal foglalkoznak, de többségében az állatok nem ennyire barátságosak, mint Nelly. Mintegy 100 hektárnyi tenyészterület tartozik a társasághoz, ahol külön területen vannak a bikák, a tehenek és a borjak is. Vannak 20 hektáros kertjeink, 10 hektárosak, 5 hektárosak, és nyilván mindig ezt ahhoz képest változtatjuk, ahogy amekkora csapatokkal dolgozunk. Amik itt vannak ebbe a kertbe, azok 120-an vannak, és az idei évi választott borjaink.
Ebben a korban különösen fontos a megfelelő táplálás, hiszen a borjak majd csak tavasszal lesznek egyévesek. Speciális tápot kapnak naponta mintegy 60 kilót. Ha az idő hidegebbre fordul, a jelenlegi takarmány mennyiségét átlagosan 20%-kal növelik a szakemberek, hogy az állatok kondíciója ne romoljon, és fenntartható legyen egy minőségi tenyészállomány. Első kézből a Kaposvári Egyetem hallgatóitól kaphatnak információt a felvételizők. A gazdaságtudományi kar fiataljai sorra keresik fel a térség középiskoláit, hogy személyes tapasztalataikról és az egyetemi életről meséljenek a diákoknak. A nem mindennapi beiskolázási kampány célja, hogy a korábbinál személyesebben, közvetlenebbül szólítsák meg a tanulókat. A hétfőn indult kezdeményezés keretében eddig 4 kaposvári szakgimnáziumba és gimnáziumba látogattak el a hallgatók. A tapasztalatok szerint a középiskolások nagyon nyitottak, rengeteg kérdést tesznek fel, és nem voltak tabu témák sem. Népi iparművész szeretne lenni a kaposvári Vidáné Csendes Cecília, aki ezért is zsűrizteti rendszeresen munkáit. Legutóbb készült viseletei és szakmai sikert arattak. A Somogy Tánc Együttes és az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola viselettárosa, a közelmúltban szilágysági női, valamint törökkoppányi női és férfi viseletéért kapta meg a hagyományos mesterremek címet. Női viseleten dolgozik éppen Vidáné Csendes Cecília, aki 18 évig volt tagja a Somogy Tánc Együttesnek, most pedig varja a fellépő ruhákat. Ez a szilágysági viselet is a táncosoké lesz. Igazából azért készült, mert a Somogy Tánc Együttesnek ugye tehát új száma készült, és ahhoz kellettek viseletek, tehát legtöbbször úgy készülnek ezek a ruhák, hogy amilyen táncanyagot tanulnak, ahhoz való viseletet varrok én. 25 éve var, s ma már több csoportnak is készíti a hagyományoknak megfelelő viseleteket. A Somogy Tánc Együttes és az Együttművészeti Iskola a munkám miatt, a viselettárosi munkám miatt, tehát ami fellépnek az együttes és a gyerekek, tehát mindenképpen a hagyományos ruhákat kell nekem szem előtt tartani. Mint mesélte, sok kutató munka, eredeti anyagok, fotók, leírások szükségesek ahhoz, hogy a ruhák hiteles másolatát el tudja készíteni. Legutóbb a szilágysági női, valamint a törökkoppányi női és férfi viseleteért kapta meg a hagyományos mesterremek címet. Női szabó vagyok, tehát én inkább a női ruhákat szeretem, de a férfi ruhákat is ugyanúgy. Mondjuk abban nagyon sok segítségem volt most a férfi ruháknál, mert például férfi inget, tehát hímzett férfi inget is készítettem, törökkoppányit, vagyis hát ez úgy készült, hogy koprodukcióba, de Csapó Angéla szőtte az anyagot, és a karádi hímzőkör hímezte ki, én pedig megvartam az inget. Népi iparművész szeretne lenni Vidáné Csendes Cecília, aki ennek érdekében rendszeresen zsűrizteti munkáit. Jelenleg 7 mesterremek és 2 míves termék készítője. 3 kutya támadt rá egy 5-ös kónyi gyermekre. A 13 éves fiút utcán harapták meg az állatok. A kutyák az óvoda előtti parkban estek neki a fiatalnak, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Az ebek többször is megharapták a gyermeket, akit egy helyi férfi mentett meg. A fiút a kaposi Móroktató kórházban kezelik. Tűz ütött ki egy autókkal teli tároló épületben Kaposvár külterületén Új-Zarany pusztán szerda délután. A helyszínre kiérkező hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat emberei 4 vízsugárral kezdték meg a lángok oltását. A víz után pótlásról szigetvári, dombóvári, nagyatári tűzoltók gondoskodtak. A helyszínre érkezett egy erőgép is, amely az épület bontásában és a járművek mozgatásában segített a tűzoltóknak. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint senki nem sérült meg. Fejlődő háttértelepülések, befejeződött az ordacsehi önkormányzat energetikai korszerűsítése. 30 millió forintot fordítottak a fejlesztésre. Megújul a platánsor, meghosszabbítják és modernizálják Balatonboglár népszerű sétányát. Vadetetés, nagy figyelmet fordítanak télen a vadak etetésére a bőszínfai vadgazdálkodási tájközpontban. A Somogy Televízió adásait már online is megtekinthetik, és kattintsanak YouTube csatornánkra. A következő napokban is marad az enyhe idő, hamarosan visszatérünk az időjárással.